Sándor Egyházi, Bonnár Sándor Magyar Művelődési Egyesület kézimunkacsoportja egyik közkedvelt rendezvényét szervezte meg ma a Teja délután. A vendéglátók régi ismerősként, kedves barátként várták az érkező csoportokat Torontálvásárhelyről, Székelykevéről és Hertelendi falváról. A Sándor Egyházi Nyugdíjas Szervezet októberben alakult, így tagjai első alkalommal jelentek meg vendégként a Teja délutánon. Jako lepo i baš sam se iznenadila sa ambijentom i sa muzikom, sa druženjem i sa veselom društvom. A Torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és Művészeti Központ tagjai örömmel fogadták a meghívást, hiszen majd 3 év telt el az utolsó Sándor Egyházi találkozásuktól. Az elmúlt időszakban a szervezetek életében nem várt nehézségek léptek fel, amelyek megoldása égető feladat. A tűzoltó testületnél volt a székházunk, és onnan kiraktak bennünket, muszáj volt, hogy eljöjjünk. Földön futóvá lettünk, sehol, sehova nem tartozunk. Aki befogad bennünket, oda megyünk a gyűlésükre is, összejövetelekre is, a kultúrotthonba, József Attila művelődési otthonba, a helyi közösség irodája ad helyet, mikor ilyen nagy megbeszélésünk van. A Sándor Egyházi Bonnas Sándor Magyar Művelődés Egyesület tagjai sikeresen kezdték az idei évet. Már 2 rendezvényen első díjat érdemeltek ki a hagyományos sütemények készítéséért. Újabb tagok csatlakoztak az egyesülethez, így bátran tervezik az előttük álló eseményeket. Most a Teja délután megszerveztük végre, 2 év után már nagyon hiányzik. A Teja délután, hogy összegyűjjünk, barátkozzunk, smulassunk. És ezután még tervünk van a harmonika napok, a 3. és 4. július, úgyhogy akkor is fánkottől süssünk, úgyhogy a tett helyen itt kint, a kultúrotthon előtt, és várnak sok vendégeket, és úgyhogy még süssük a fánkot, és áruljuk, és akkor lesz a halásznapok, akkor megint csinálunk egy manifestációt, hogy megint összeszedjük az egyesületeket a Pancsvai környékbe, hogy legyenek vendégek, vendégeink. A székelykevei zenészek Dávid Imre és Szatmári Mihály kitettek magukért, így a Sándor Egyházi Teja délután vidám hangulatban telt el.